Rekordot döntött idén a egyházi Józsa András Múzeum száma alapításának 150 éves évfordulóját ünnepelte 2018-ban Kelet-Magyarország legrégebbi közművelődési és tudományos intézménye. Köszöntöm a stúdióban dr. Rémiás Tibor igazgatót, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mondhatjuk ezek szerint, hogy eredményekkel ünnepelt és jubilált a múzeum. Mik, mik azok az eredmények, amiket elkönyvelhetnek ebben az évben? igen, büszkén mondhatjuk, hogy eredménnyel zárjuk 2018-as évet. Na de erre mi fel is készültünk, mert ugye előre tudtuk, hogy 150 éves lesz a József András Múzeum. A terveink javarésze meg is valósult, itt számtalan kiállítást, konferenciát és kiadványt terveztünk. Hát ezeknek a javarésze meg is valósult, a legjelentősebbek megvalósultak, és gondolom, hogy amiatt, hogy sok minden megvalósult, már a nyírségi emberek tudatába és nyíregyháza polgárok tudatába is ez a jelző szerkezet, ez most már összekapcsolódott, hogy 150 éves a Józs András Múzeum. Szerintem nagyon sokáig ez év előtt nem is tudták, hogy hány éves a Józs András Múzeum. Tehát mindent megtettünk annak érdekébe, hogy, hogy ez a köztudatba bejusson. Hogy ez a köztudatba bejusson. Mik nagyon voltak? sokat segítettek is nekünk, nagyon sok külső személy, szponzor, támogató, meg a fenntartó is, nagyon sokat segített ebben, hogy megvalósítsuk ezeket a terveinket. Mik voltak a legsikeresebb kiállítások ebben az évben? A, hát a, a legtöbb Igen, Ha kiállításoknál kezdjük, akkor két kiállítást kell ugye kiemelnünk, uh -huh. az egyik a Szeuzokincs kiállítás, Örült, örülünk és örültünk, hogy bekerültünk abba a hatvárosba, városba, ugye Magyarországon mindössze hatvárosban mutatták be a szelhúzó kincseket, és Nyíregyháza hál' Istennek bekerült ebbe a a szempontok kifírba. szerint választották ki? Hát ez sokféle szempont dominált itt, de magának a fenntartónak is a kis lobbia azért beletartozott ebbe, úgyhogy most itt is szeretném megköszönni a fenntartónak és a polgármester úrnak a segítségét, hogy ez Nyíregyházára került ez a szenzációs kiállítás. Meg ugye a térség is nagyon sokat vonzott, uh -huh. és tudtuk, hogy erre a vidékre is, vidéken is be kell mutatni ezt a kiállítást. Nagyon sokan ugye arra számítottak, hogy valószínűleg Debrecenben, de hál' Istennek itt nyire egy házán sikerült ezt bemutatni, és több mint 22 ezer ember nézte meg három hét alatt a Szehúzó Ez egy rekord szám. Ilyen fel, rövid... erre készülve egyébként maga az épület? Igen, tehát az épület az fel volt, a kollégákat fel kellett készíteni, de az épületet is úgy kellett felkészíteni, úgyhogy speciális biztonsági elvárások voltak, Erről többször is beszámoltunk, úgyhogy maximális biztonságot tudtunk teremteni. Annak érdekében, hogy nyugodtak legyenek, hogy Nyíregyházán biztonságban van a kiállítás. De ez hosszú távon is sokat jelent számunkra, mert olyan kiállító terek jöttek most már létre, hogy jelentős más kiállításokat is tudunk fogadni. Mint Így jött most létre a például a munkácsi kiállítás úgyhogy akkor már bátran tudtuk mondani, hogy nekünk olyan kiállító tereink vannak, ahol ezt a kiállítást maximális biztonságban tudhatják, de teljesen teljes mértékben azért ugye az határozta meg, hogy a mi csapatunk hogy segíti ennek a kiállításnak a bemutatását. Egy igazi csapatmunka kellett hozzá, szervezettség, összehangoltság, és hál' Istennek ezt mi meg tudtuk teremteni, és nagyon köszönöm a kollégáknak, hogy ebben maximálisan részt vettek. Csak és így hát így már másodszor látani. tolják ki a, a kiállítás nyitvatartás idejét, ez is gondolom a, az érdeklődés. Így történt. van. A nagy érdeklődése való tekintettel sikerült meghosszabbítani a kiállítás időtartamát, úgyhogy legutoljára ugye úgy volt, hogy december 16 áig lehet megtekinteni a kiállítást, most egy kis engedménnyel január 6 áig Hosszabbítottuk meg a kiállítást, és most már nem is munkácsi 50, hanem munkácsi 51-et tudunk bemutatni. Úgyhogy erre a rövid időszakra még plusz egy munkácsi képet is sikerült lehozni, és ez nagyon aktuális a képnek a címe is, mert téli út. Tehát a télhez kapcsolódik, és munkácsinak majdhogy nem az egyetlen télen, télen vagy térről készült alkotásáról van szó, amit zárójelben a címe azt is jelez, hogy magyar táj. Tehát ezt még nem tudtuk sehol bemutatni, és maga Pákimre úr rendelkezésünkre bocsátotta ezt a képet is. Már 32 ezer fölött jár a látogatók létszáma. Mennyire tudta bekapcsolni a múzeum saját magát a város oktatási vérkeringésébe? Hát én elsősorban a kulturális vérkeringésről mm. beszélnék, természetesen szervesen összefügg az oktatással is. Én úgy gondolom, hogy tőlünk telhető módon maximálisan. Én mindig el szoktam mondani, hogy nekünk az az előnyünk a múzeumban, hogy mi egy interdisziplináris hely vagyunk. Tehát itt több tudományág található meg a múzeumban, amit más intézmény nem mondhat el magáról. Tehát itt a régészek, a restaurátorok, a történészek, a néprajzosok, az irodalomtörténészek, antropológusok. Tehát nagyon sok olyan tudományterület van, ami mind kapcsolódhat bizonyos oktatáshoz, oktatási területhez is. Ezért alakítottunk ki partneri kapcsolatokat nagyon sok intézménnyel, itt többek között a Nyíregyházi Egyetemmel is, annak elsősorban a történeti osztályával, a történeti tanszékével vagyunk nagyon szoros kapcsolatban, de van kollégánk, aki néprajzott és táncot tanít például az egyetemen, de számtalan más Ponton, múzeumpedagógiai tekintetben is összekapcsolódunk nem csak az egyetemmel, hanem a megyeszántalan oktatási intézményével. Akár már alapoktatásban is, tehát általános és középiskolásokkal is? Hogyne, tehát múzeumpedagógiai foglalkozásokat kortól kezdve végzünk, úgyhogy akár még a munkácsi kiállításhoz is, vagy bármelyik kiállításonkhoz, meg ami jövőben lesz kiállítás, majd gondolom, hogy erről is kérdez, mert szeretnék beszélni róla, tehát ahhoz maximálisan már óvodáskortól elkezdjük felépíteni azokat a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, amelyek érdekelhetik a gyerekeket, és régen ugye mindig a felnőttek elmondták, amikor megkérdeztem, hogy járt-e már a múzeumban. teszem, szóval, hogy ne, azt mondja, egyszer, általános iskolás koromban. És most már azt szeretnénk elérni, hogy ez óvodáskorban, korban, középiskolás, és felnőtt korára emli, erre emlékezve, hogy milyen jó is volt ott, azért gyakran a családjával visszajöjjön a múzeumba. Milyen tudományos eredményeket könyvelhet el a 150 éves József András múzeum? A, csak csak ugye, röviden, hogy legyen idő a jövő évi kiállításokról igen. is beszélni. Hét kiadványt jelentettünk meg a 150 éves jubileumi évben. Ezek tehát múzeumi kiadványok, ugye, ezekre nagyon büszkék vagyunk, csak a legutolsót, hagyj említsem, Bőségszaru, az a kiadványunknak a neve, és a Józsa napra, december 1 jelent meg ez a kiadványunk, és azért az a címe, mert a múzeum több mint egymillió műtárgyal rendelkezik. Látom, hogy egy kicsit lerövend, de ebből az egymillió műtárgyból tehát ebből a bőség szaruból választottuk ki azt a 150 jelentős műtárgyat, a 150 évre való tekintettel, amit itt bemutatunk ebben a nagyon reprezentatív kiadványban. De mondom, ez a hét kötet közül csak az egyik, e, ugyanis e, megjelentettük két kötetben a múzeum évkönyvét, adhok kötetet adtunk ki, két régészeti vonatkozású kiadványt adtunk ki, és a munkácsinak a katalógusát is kiadtuk. Mik a jövőbeni tervek? Jövőre már nem szeretnénk ebből a lendületből veszíteni. Tehát, Lehet egyrészt, tartani ezt a tempót? Igen, hát próbáljuk, próbáljuk. Egyrészt a én magam lendületben vagyok, a kollégáimat pedig próbálom arra serkenteni, hogy ők is ezt a lendületet kövessék. De én úgy érzem, hogy végül is kezdünk összeszokni, egy jó, jó kis csapatot építettünk. Ez a két nagy kiállítás összeszoktatott bennünket de számtalan konferencia, meg számtalan olyan ö, kiadványnak az elkészítése, ami bennünket tényleg csapattá tesz. Mi Négy lesz, nagy kiállítást lesz? tervezünk, már most januárban a Jégkorszak című kiállítást, utána egy antropológiai kiállítást, ami a szóra bírt csontjaink, ez a címe. A múzeumok éjszakájára, júniusban, lesz ugye 23-án, a múzeumok készakáir egy saját kiá kiállítást tervezünk, a Nyugat Kopogtat című retro kiállítást, és utána jönne a <laughs> nagy duranás, <laughs> ugye Színjei Mersepál életét bemutató nagy képzőművészeti kiállítást, amit a Vidor Fesztiválnak a nyitójára szeretnénk euh, megnyitni. Igazgató reméljük, hogy 2019 is hasonló látogató számot fog majd hozni a múzeum számára. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk rá. Szívesen, majd. rajtunk nem múlik. thank <sighs> you